Na sziasztok srácok, itt vagyunk az újabb Gran Turismo 7 gameplay videónkban. Ami ma történni fog, az nem más, mint összevetjük, hogy kormánnyal, avagy kontrollerrel, PlayStation 5 kontrollerrel jobb-e a GT7. Remélem érzi fogjátok, jó szórakozást! Isti! Eneba, több mint 10 000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézd szét! Isti kóddal 3% leesik. Az első verziónk ugye a kontrolleres verzió, ezzel fogunk menni. Igazából ugyanazok a beállítások végig, tehát ugyanúgy manuális váltó, minden ugyanaz, tehát traction control sincsen egyáltalán az autóban. Megnézem, azért biztos jól mondom el egyébként, de szerintem jól mondom, traction control 0, ABS defaulton van, azzal nem akarunk szarakodni annyira. És akkor mind a kettő verziót, ugye a kontrolleres verziót és a kormányos verziót is ugyanezen a versenyen. Ez egy arcade single race, nem lesz egy nagy vasszizdasz, elméleti szinten sok pénzt nem is ad, de nem is az a lényeg, hanem kipróbáljuk a lehetőségeket. Na most az adaptív funkciók, azok be vannak kapcsolva, tehát ugye a trigger vibration, controller, mit tudom én, ez mind meg van kapcsolva. Úgyhogy először így nézzük meg, 4 darab kört fogunk menni. És megmondom őszintén, én kontrollerrel úgy szeretek menni, hogy így, ebben a nézetben. Na nézzük. Igen, a pedálnak az érzékelését egyébként nagyon elkapták a kontrollerre, megmondom őszintén, jaj. Tehát a gázravasz, ugye nem pedálról beszéltünk, a gázravasz is teljesen jól viselkedik, szóval nem olyan egyszerű lenyomni, ahogy a féket sem, a fék meglehetősen kemény. Amivel egyébként semmi baj nincsen, bár megmondom őszintén, én ezeket az adaptív funkciókat annyira nem szeretem. Hú, de nem vagyok hozzászokva már ehhez. Az adaptív funkciókat nem annyira szeretem a PlayStation 5 kontrolleren. Tehát ez valakinek bejön nyilvánvalóan jobb, mint a semmi, de nagyon nem érzem, mint látható is a verseny, mert egyáltalán nem érzem, hogy miről van szó. Használható. Természetesen ezek a funkciók kikapcsolhatók, úgyhogy fogunk menni úgy is, hogy kikapcsolom én ezeket a lehetőségeket, mert annyira nekem nem világom, hogy, mert valahogy nekem az ujjamra nem áll rá az az érzés, hogy tehát kemény a fékpedál, meg a fékravasz, tehát hogy nem érzem, hogy mennyit is fékezek pontosan, gázzal ugyanígy vagyok, egyébként nagyon jól visszajelzik, tehát nagyon jól visszaadja az érzést, hogy éppen mi történik az autóval, amennyire egy kontroller erre képes. Sok. Meg kéne szokni, azért megyek szarul, ez nem azért megyek szarul, mert nagyon rossz, hanem a kormányhoz vagyok szokva egyszerűen, értelmszerűen. A GT Sportot ugye gyakorlatilag csak is kizárólag kontrollerre, nem gyakorlatilag, csak kontrollerre játszottam, és teljesen használható volt. Szerintem nekem ez jobban menne egyébként akkor, hogyha nem lennének benne ezek az adapter trigger funkciók, úgyhogy megnézem, hogy ezt ki tudom-e itt venni. Ezt itt nem tudom kivenni, úgyhogy ezt majd szerintem kint kell. Megnézzük majd úgy is egy versenyt, biztos, ami ziher, mert nekem úgy szerintem jobban fog menni. Mint a BMW-s mellé beérkeztünk a Toyotánkkal, és meg is ettük. Jó! Kezdjük megszokni amúgy talán a dolgot, nekem mindig kicsit itt több időbe telik ilyeneket megszokni. Oké. Szóval teljesen játszható, nyilvánvalóan kontrollerre is a játék. Hát anno a Gran Turismo 4-et mindannyian, de a legtöbb ismerősöm is csak kontrollerre játszotta. Szigorúan X-gomb gázzal, tehát nem volt opció, nem volt alternatíva. Egy idő után rászoktam arra, mert elkezdtem érezni, hogy tényleg a gáz út azért fontos tényező ezeknél a játékoknál. De rászoktam egy idő után arra, de ez már a Gran Turismo 4 utáni időszakban volt, hogy jobb analóg kart toltam előre és hátra a fékezéshez, és azzal már lehetett adagolni gázt, ugye ott még a ravaszoknak nem volt útja, azok is csak gombok voltak a PlayStation 2-n, úgyhogy ez ilyen, hát sok nagy eredmény nem fogunk elérni, de egyből felraktam legnehezebbre, ami belőle kitelt, és szerintem mostanra kaptuk el azt a feelinget, amit így már talán versenytempónak mondható itt a botokhoz képest is. Utolsó kör érkezik. Váltani nagyon jó egyébként, nyilván X és négyzet a kettő, tehát a négyzettel váltasz vissza, az X-tel váltasz fel alapgyári beállításokban. Hoppáré! Ott a hiba az AI részéről, és igen, mostanra értük el azt a fázist,
hogy itt vagyunk rajtuk most már, gyakorlatilag verseny tempóval. Meg kell szokni. A fék az nagyon fura, de egyébként tényleg jól működik. A megcsúszás, a gumi csúszása, ez mind visszajön egyébként rezgések útján. Nyilván, hogyha az ABS nem lenne bekapcsolva, akkor a kerék meg... csúszást is, vagy kerék blokkolást pontosabban is éreznénk, és nem tudjuk megenni már a bogarat. Hát nem életem versenye volt, maradjunk annyiban, de így tudtam menni adaptív cuccokkal. Nekem nem tetszik, de még egyszer mondom, ez személyi preferencia. Tehát, hogy visszaad, van élmény, de nekem csak nehezít. Engem például az NBA 2K-ben is csak idegesített az, hogy egyre nehezebb lehúzni a ravaszt, ahogy fáradnak a játékosok. Tehát jó pofa addíciók, de nekem ezek nem adnak hozzá. Úgyhogy most megpróbálom kivenni ezeket, és nézzünk úgyis egy versenyt. Ugye lejjebb lehet venni az erejét ennek a hatásnak. Weak-re is le lehet venni. Én teljesen ki fogom venni a triggert mindenképpen. Viszont a vibráció funkciókat benn fogjuk hagyni, ezt még csúszkán is lehet állítani, ezt felrakom 150-re, megnézzük akkor mi történik, szerintem tök jó lesz. Ugyanaz a nehézségi szint, ugyanazok a beállítások, a rezgést már jobban érzem. Ó, oh, sokkal jobban. Ó, oh, és nincsen a ravasz, jaj de jó. Hú! Oké. Sokkal jobban tetszik, hogy nincsen ravasz ellenállásunk. Mondom, ez emberfüggő lesz valószínűleg. Hogy kinek hogy tetszik. De egyszer nekem természetesen esett. Én értem, hogy a versenyautókban a fék is sokkal keményebb, mint az utcai autókban. Meg értem ez dolgot, de nekem valahogy az ujjamhoz ez nem szokott hozzá. Aha, annyira azért eredményesebben nem megyünk, mint eddig. Tehát ezeket szét kéne kúpolnom gyakorlatilag, igaz? 11. helyen megyünk. Ugye gyakorlatilag ami történt az az, hogy semmiféle ellenállása nincs most már a gázpedálnak sem. Sokkal, számomra sokkal adagolhatóbb, sokkal jobban érzem, hogy mennyire is nyomom le a gázt, ugye, mert nagyon nem mindegy az. És ezáltal sokkal finomabban tudok kigyorsítani, anélkül, hogy mondjuk megcsúsznék. És nekem ez számít, de mondom, embere válogatja, hogy kinek mi tetszik. De látjátok, hogy sokkal finomabban tudok kigyorsítani ezáltal, sokkal finomabban sikerül minden. Most elvesszük, mert ott tuti megcsúszna. Meg a fék. Ugye a kormánynál, vagy igen, a pedálos verziónál, nekem ott is kijön az például, hogy ugye kivettem a pedálból azt a gumit, ami keményíti a féket. Ennek amúgy több oka is van, nekem játékhoz nem ad akkora élményt az sem, hogy ekkora ellenállása van. Holott tényleg még egyszer azt tudom, hogy, vagy hát sejtem, mert honnan tudnám egyébként, nem vezettem még versenyautót életemben. Csak ilyen rally-szerű autót, abban mondjuk kemény fék volt, azt aláírom, de ilyen tehát komolyabb versenyautót nem vezettem még soha életemben. De azért azt tegyük hozzá, hogy való életben teljesen más vezetni egy kocsit, tehát hogy sokkal, ugye kezdjük ott, hogy fixebb minden. Hoppá. Fixebb minden. Ugye minden oda van rögzítve faszán, itt meg hogyha te, mit tudom, a kormánnyal szórakozol, akkor el tudod magad tolni hátrafele, meg ilyenek, szóval na, több opció volt. Mindenesetre nekem így sokkal jobban bejön, hogy nincsen egyébként itt mindenféle ravasz hatás. Én magam részéről egy picit ilyen paraszvakításnak érzem ezt a funkciót. Megmondom össze, nekem például a kodokban is amúgy csak zavaró volt, hogy úgy viselkedik, mint egy valódi ravasz. Tehát valahogy nekem lehet, hogy több idő kéne, hogy megszokjam, hozzászokjak. És biztos, hogy benne valakinek tetszik, szóval ne úgy értsétek ezeket a szavakat, hogy most lefikáztam. És hogy akkor Xbox Forever, meg mit tudom én mi, mert ilyenkor a legtöbb embernek az agya erre, az ilyen fanboy agya az erre áll rá, hogy ha valamit már negatívunként értékez egy bizonyos brandnél, vagy bárminél, akkor utána te azzal egy időben isteníted a másikat, a konkurenciát. Nem erre akarom most ezt kiélezni, csak arra akarom kiélezni, nekem így sokkal élvezetesebb a vezetés. De látszik is szerintem, hogy jobban megyek. Hozzáteszem, hogy nem könnyű ez a verseny. De direkt valami gyorsabb autót akartam választani erre a célra, ami nekem van a garázsomban egyáltalán.
Utolsó körben vagyunk, szerintem látszik a különbség, az is igaz, hogy picit lehet jobban beleszoktam a kontrollerbe, de nekem így sokkal jobban tetszik, hogy nincsen trigger effekt, szóval ha a játék megvételén gondolkoztok, akkor javaslom, hogy próbáljátok ki, alapból ugye beállítottan, tehát a triggerek fognak működni, tehát lesz visszajelzés rajtuk, nem kevés. Próbáljátok ki, és ne keseredjetek el, hogyha nem megy vele a vezetés mondjuk úgy, mint mondjuk a GT Sportba ment volna, vagy ment régen. Tényleg teljesen más az egész. Hogyha érdekel titeket, itt tudjátok kivenni egyébként, de feljöttök bal felülre, optionsre mentek, azon belül átmentek a controller főre, és itt van egyből, hogy vibration functions, és akkor ki tudod szépen venni magadnak a dolgokat. Na de, menjünk rá a kormányra. No, és akkor az játék igazán kijön teljes valójában az a kormányos megoldás, srácok. Tehát én nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyire jó a Gran Turismo kormánnyal, ugye sosem próbáltam, sosem volt erre megfelelő szerkezetem ezzel kapcsolatban, na most már van, és hát srácok, főleg ez a játék, nem tudom, a sportot is ki lehetne próbálni amúgy utólag visszamenőleg, de hát a francnak van kedve most már a sporttal játszani, megmondom őszintén, ha már itt van a Gran Turismo 7 perc, szúrd be, bástya, nyugodtan. Hát rosszabbul megyek, mint kontrollerrel, azt aláírom. Ugye kontrollerrel abból is könnyebb azért, olyan szempontból, hogy ugye relatíve sokkal jobban kézre áll minden. Meg most meg kell szokni ezt is, azt a kocsit egyébként kormánnyal. De ez, srácok, ez egy nagyon komoly élmény. Tehát tényleg, nagyon jól működik ez az egész. Volt már szerencsém amúgy... Hoppá! Volt már szerencsém amúgy, bazd meg a falhoz! Nagyon szép volt is, vánom. Volt már szerencsém különböző... Ez borzalom. Oké, ezt kezdjük újra, mert borzasztó. Na srácok, is ahol igazán tündököl a játék, az a kormány. Azt kell, hogy mondjam. Kormánypedál. Ugyanakkor tisztában vagyok én azzal a dologgal, hogy ugye ezt nem mindenkinek van lehetősége kipróbálni. Tehát nem egy olcsó mulatság. Én azt mondom, hogy meghalok. Azt a kurva, bazd meg. Na srácok is, ahol ténylegesen kijön a játék, ahol tündököl ténylegesen a játék, az a kormánypedálszed. És tisztában vagyok vele, hogy nem mindenkinek van a lehetősége kipróbálni ezt a játékot kormánnyal, pedállal, mert nem egy olcsó mulatság. Én azt mondom nektek, hogy a picikét jobb, komolyabban érdekel, tényleg használtan érdemes nézni esetleg, hogy még olcsóbb egy fokkal, ugye? Logitech G29-es kormány szettet, ugyanis ez is működik, ugye ez egy Logitech G29 szett, ugye árérték arányban ennél jobbat nem fogtok találni, én azt gondolom. Tehát van persze a bazd meg, de nem szoktam még meg ezt az egész autót egyébként ezzel a pedál kormánnyal, de tehát van persze Fanatec, meg stb. Tudom, az a csúcs, de szerintem ahhoz, hogy kipróbáld és elkezd ezt így élvezni, szerintem egy ilyen set azért bőven jó. Ilyen 65-70 ezer forintos árkategóriában fogtok találni használtan még most is ilyen setteket. Már ezt a régebbit. Az újat, ugye egyszer volt lehetőségem kipróbálni az új 923, azt hiszem az a neve a Logitechnek, verziót. Fejlesztettek rajta, igen, aláírom, egy fokkal jobb, mint ez, de akkora plusz szerintem az nem ad, hogy az ember azt mondja, hogy meg kell, megvegye. Én attól tartottam, amikor azok kijöttek, azok a kormányok, hogy a PlayStation 5-höz már csak az lesz használható. És szerencsére ez nem így van, a 29 simán használható PlayStation 5-tel is. Bedugod és megy, tulajdonképpen. Úgyhogy ez jó. Ahogy ez a Toyota is egy nagyon jó autó egyébként, ugye ez klasszik. Itt a Gran Turismo-ban. Nagyon jó vezetni is a kocsit, csak hozzá kéne szokni egy kicsikét, és már jók is vagyunk.
Ja, egyelőre még hátsókerekes autót a játékban nem nagyon vezettem kormánnyal, ez pedig egy hátsókerekes GT szörnyeteg. Tehát meg kell szokni. Mostában Suzuki Swift-tel megyek, ami hát első kerék, amit gyakorlatilag padlózol, amikor... Hát, hogy finoman padlózod, de azért vadabbul mész vele. Vadabb kigyorsításokra képes, mint mondjuk ez a gép. Itt azért már figyelni kell a gázadásokra is. Ezt a borzasztó féktávokat veszek. Én nem csodálkozzunk, hogy nem nagyon közelítek hozzájuk. Sőt, csak távolodnak. A kigyorsításokon nagyon óvatosak. Ilyenkor tudunk egy picit rájuk porulni, esni. Ezt a kanyart valamiért lassacskán veszik. Látjátok, már itt is vagyunk rajtuk. Utolsó kör érkezik, 12. hely, mondom, nem a... Érte nem az a lényeg ennek a videónak, hogy most mutassam, hogy mennyire... Ja, azt elfelejtettem mondani, srácok, hogy én egy lelkes amatőr vagyok a Gran Turismo-ban csak. Tehát abszolút nem oktatni akarok, abszolút nem egy profinak a szavait halljátok. De tényleg, hogyha komolyan gondolkoztok ebben a játékban, és úgy vagyok vele, hogyha kifizettek érte 27.000 forintot, mert a store-ban ez a játék annyiba kerül, én legalábbis annyiért vettem, mert én ezt megvettem, ezt a játékot, akkor tudom, drága cucc, meg önmagában azt, hogy PlayStation 5, meg minden, bár hogy PlayStation 4 is elérhető a game, de... Tehát, ha már ennyi pénzt áldoztok egy játékra, akkor én azt mondom, hogy fektessetek be egy ilyen kormányba is esetleg, mert tényleg ég és föld a különbség. Nagyon-nagyon élvezetes így játszani ezzel a játékkal. És a végére jövünk bele, nyilvánvalóan. Nem találok szavakat. A H-váltó is nagyon jól működik. Nyilván ez az autó, ez szekvenciális váltós. Úgyhogy lehet variálni, ugye én úgy szoktam menni, hogyha szeki váltós az autó, akkor a pillangókkal megyek, ha meg nem, akkor H-váltózok, hogyha H-váltóról van szó, de az is nagyon jól működik, tehát tényleg marha élvezetes. Úgyhogy, hogyha voksolnom kéne, én nyilvánvalóan egyértelműen a kormányra szavaznék, mert ezzel egy next level szint a játék. Nagyon régóta akartam már Gran Turismozni kormánnyal, de nem volt lehetőségem rá a sportot, azt mindig kontrollerrel játszottam. Ugye azt azért érdemes figyelembe venni, hogyha gondolkoztok esetleg egy ilyen setten, akkor vegyétek figyelembe, és tudom, sokan tudjátok, de van, aki nem tudja, a Logitech G29 az csak PlayStation 4, 5-re jó, illetve PC-re, PC-hez, a G920 pedig csak Xbox One, Xbox Series X, S, illetve PC-hez jó. Ezért kerültem bele sokszor abba a kérdésbe, ugye ezt kaptam meg sokszor, hogy Gran Turismoztam is, miért nem kormánnyal játszok? Azért, srácok, mert a G920 az nem kompatibilis PlayStation-nel. Jó? Úgyhogy ezt csak tudjátok, hogyha PlayStation 5-ről szeretétek, vagy PlayStation 4-hez szeretetek kormányt a Logitech családból, akkor a G29-est vegyétek meg, mert ez lesz jó hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok, remélem, hogy élveztétek, remélem valamiféle információt tudtatok ebből a videóból nyerni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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